tavalyi év az egy nagyon jó évjárat volt, a tavaly előtt is szintén egy jó évjárat volt, és ugye kicsit félve tekintettünk az idei év elé, hogy két ilyen jó évjárat után jöhet-e egy hasonlóan jó. És hát eddig azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon jó évjáratnak tűnik ez is. A tavalyi évhez képest annyi különbség van, hogy még egy kicsit növekedett a terület, bővült a szortiment egy kicsit, ha lehet így mondani. Továbbra is az a kárpát-medencei fajták dominálnak nálunk. Egy új telepítésünk van, az is kékfrankos. Az a különbséggel, hogy ez egy osztrák klón, ez egy A1-es klón, most megpróbáljuk azt, hogy ő csinyelhegyen egy ilyen keleti fekvésű dűlőben az mit tud mutatni. Ez lesz az első szűztermése, tehát erre nagyon kíváncsiak vagyunk, az biztos, hogy azt külön fogjuk kezelni, és hát reméljük, hogy nagyon jó lesz. Amivel jövünk, az, amit már említettem az előbb is, az egy új rozi. Tehát ennek egyszer olyan sikere volt, hogy ezt nem lehetett kihagyni, hogy még egyszer ne csináljuk meg. Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és ez a Zweigert, ez alkalmas arra, hogy egy ilyen korai primőr rozét csináljunk, egy nagyon friss, nagyon gyümölcsös, és a színe is nagyon szimpatikus volt számunkra, tehát nem az a halvány, lazac színű szín árnyalata van, hanem egy kicsit sötétebb és lilásabb színárnyalat, és szerintem ez a nagyon különlegessé teszi. És a másik újdonság, ami a szokásos fajtákon kívül, akik ismerek minket, azok tudják, de azért elmondanám, hogy egy olasz rizling, egy rozé, egy schiller, egy kadarka, egy kékfrankos, és általában egy küvé szokta meghatározni az általános szortimentet. Most ehhez jön még egy-két fajból, egy-két újdonság, és tehát szeretnénk azt, hogy mindig valami újra kijönni. Ez tavaly volt a rozét azt most folytatjuk, és most még egy újdonsága kijövünk, egy új küvével, gyakorlatilag egy birtok borral jövünk ki, ami, hát legyen meglepetés, az ott lesz a bemutatkozás a Születi Fesztiválon.